Köszöntöm a, stúdiói, a mai vendégét, Kis Bendegúzt, aki régi új játékos Igen, a Keskeméti férfi röplabda csapatnak. Hát kezdjük azzal, a megengedett, hogy hol is kezdte a pályafutásod, aztán szép lassan, de visszakanyarodtál, és itt vagy megint Keskeméten. Jó, rend, először is köszönöm szépen a meghívást, meg üdvözlöm én is a kedves nézőket. Én itt kezdtem Kecskeméten, olyan 12-13 évesen, a Szabó Pistavácsinál, és akkor utána nyilván át is iratkoztam a soliba az aranyba ott végigmentem ugyanúgy hetedikben még a Pistavá volt az edzőm, utána nyolcadikban meg már a Péterbá volt, és utána elkerültem Berebé Zsolti vához mikor már gimnazista lettem, meg ugye Karagics Matyi az is utána meg felnőtt be, amikor még itt volt a Nagy József, Kaszab, Tomi, és most meg ugye a Deák már vagyok. Itt. Na de hát volt egy kisebb kitérő, Ausztriába szerződtél, beszéljünk erős, mert Mindenképpen tanulságos, nem csak neked, hanem sokak számára, akik majd esetleg ki akarnak menni egy másik csapatba játszani. Igen, nyilván nekem a közre játszott a tanulás is emellett, az sajnos nem sikerült, meg közel volt a családom, mert a családom nagy része ugye Sopronban lakik, és megpróbáltam ezt az augusztriai kis kitérőt, egy nagyobb sérülés után ott is tértem vissza, Nyilván odafigyeltek rám, de nem nagyon tudtam beilleszkedni abba a csapatba. Alacsonyabb osztályban is játszott ez a csapat, mint, mint például itt az Extra Liga. De jó kis csapat volt. Hogy ment a játékot, meg mit tapasztaltál? Edzésben, játékban? Ö, hát játékban kevesebbet tapasztaltam, mint itthon, de edzésben hasonló elemeket véltem felfedezni, csak nyilván a csapat nagy része dolgozott, itt ott voltak, és így ez az edzés rovására ment, nyilván a minőségbeli is, de én minden edzésen állám voltam, mentem is csináltam a dolgomat. Aztán úgy döntöttél, hogy hazajössz Kecskemétre. Igen, igen, itt uh, nyilván játszott az is, hogy itt volt egy munka lehetőségem, és mellette szerettem volna röplabdázni, nem hittem volna, hogy megkeres még egyszer a kecskemét, mert ugyanis csak bejártam az edzésekre, mert már ismertem a márkot is, meg a fiúkat, és én egy ilyen kiegészítő szerepet töltöttem be az edzéseken, segítettem a srácokat ott, ahol tudtam. Voltam center, voltam átló, voltam néha négyesítő is, ahol kellettem. És mert szezon végén meg, megkerestek ezzel az ajánlattal, hogy mi lenne, ha visszatérnék, és örömmel elfogadtam, mert. Nyilván Mennyire vagy Jolly Joker, vagy szeretnél valamilyen poszton megállapodni? Hát szeretnék egy poszton megállapodni, nyilván már látom én is, hogy, hogy ezt a centert ezt úgy kéne nyomni, hogy minél nagyobbat ugorni, minél gyorsabban kiérni a szélekre, ez nagyon sok munka lesz és nagyon sok gyakorlás, de amúgy jó kezekbe vagyok. Más posztot is ugye kipróbáltam, négyesítő is voltam, de az annyira nem ment, és én már kiegyeznék ezzel a center poszttal, ha lehet. Nyilván ez a máktól függ meg a csapattól, de igen. Legutóbb a pénzügyi elleni mesten ott voltál, játszottál. Hogyan ízlett a játék? Mert edzésen minden remek, de a meccs az teljesen más légkörű. Igen, Ö, nagyon jó volt a légkör. Köszönöm szépen a szurkolóknak, hogy kijöttek az egész csapat nevében. Ö, a hangulatot emelném ki elsősorban nem csak a szurkolóknál, hanem nálunk is. Nagyon, nagyon jó volt a hangulat a pályán. Érezzük egymást a srácokkal. A másik újjal és a judájjal. Nagyon jó az összhang. Ugye ez a csapat nem sokba változott. Szerencsére úgymond olyan a friss igazolásunk ő a judáj. Én ilyen régi új vagyok. De szerintem nagyon jó játékkal rukkoltunk ruk elő. Nyilván van még mibe fejlődni. Az én játékomban is nyilván van fejlődés. Tehát ez a támadás befejezés. Bevallom, kicsit izgultam, de nagyon sokat segítettek a csapattársaim, főleg a Dani szentártársam, meg nyilván a Márk is az instrukciókkal. Ha már Judájt elméltettel a japán játékos, ő egy magas osztályba érkezett, és teljesen más mentalitás képvisel, hogyan lehet összegyúrni ezeket az embereket? Te most már Ausztriában láttál valamit, keskeméten tudjuk, hogy mi a szokás, hogyan működnek a dolgok, ezt kell most összegyúrni. Hát a judáktól rengeteget lehet tanulni. Ő nagyon motivált és nagyon profi felfogású játékos. Ő mindig nyújt, mindig felveszi az edzéseket videóra. Tényleg csak tanulni lehet tőle, és nagyon alázat, Főleg ezt az alázatot lehet tőle tanulni. Igazán, ami kell, hogy nagy nagyszerű sportoló legyen valaki, mint a judái. Ilyenkor tátott ott nézitek nézzétek, aztán azt mondjátok, hogy jó van, majd mi másképp csináljuk, vagy tanultok belőle? Én igyekszek tanulni, a többiek nem tudom, de szerintem mindenki tud tanulni a judáitól, ha úgy áll hozzá. Nagyon kommunikatív a judái és nagyon-nagyon nagy csapatember. Nagyon sokat jelent az, hogy a bajnokságot úgy kezdtetek, hogy jó játékkal nyertetek. De ez a pénzügyőr, tudjuk, hogy nem az a pénzügyőr, akik mondjuk Jókai Zoltán keze alatt palérozottak, ez egy kicsikét más, fiatalabb pénzügyőr. Igen. Hát euh, tudjuk, hogy ők nem a bajnok csapat, de nincsen rossz csapatuk, ugye beigazoltak Négy légiósuk van, azt hiszem. Egy még ö, megjött már, de még nem játszott a mi meccsünkön. De mi, de mi is fiatal csapat vagyunk, és egy légiósunk van, szóval én ezt pozitívan élem meg, hogy megvertük őket. Nemrég itt voltál már az edzőtök, és akkor elmondta hogy mi az elvárás a csapattal szemben. Osztod a véleményet, vagy azt mondod, hogy talán kicsit túllőtt vagy alábecsülte? amikor a célokat megfogalmazta. Én osztom a véleményét, én egyetértek azzal, hogy ezt a, ezt a kupában lévő sorsolást ezt nekünk hát nem meg kell nyerni, de minél tovább kell jutnunk, szerintem, mert van esélyünk, és el is kell hinni, hogy van esélyünk. És a bajnokságban meg mindenféleképpen javítani kell nekünk. Nagyon-nagyon megerősödött két-három csapat, amely a bajnokságot illeti, igazoltak, méghozzá remekül igazoltak, és úgy néz ki, hogy össze is állt a keret. Igen. Hát tudjuk, hogy ezek a top csapatok, ezekhez megpróbálunk majd mi is felzárkózni. Nyilván valamink van. De szerintem, ha továbbra is ezt a hangulatot, ezt a mentalitást, ezt a mindenért küzdünk, mindenért elvetődünk, mindenért tényleg vért izadunk. tőlünk csak ezt mindig a Márk, hogy mindenért menjünk el. Ha ezt tudjuk hozni, akkor tudunk mi meglepetést okozni a nagyobb csapatoknak is, szerintem. Mi lesz a következő mérkőzés? A következő mérkőzésünk az most vasárnap lesz a TF ellen, akik hát a tavalyi szezonból kiindulva, ők egy mm, alacsonyabban alacsonyabb rangsorolt csapat, mint mi, de nyilván megadjuk a kellő tiszteletet nem tudjuk, hogy miben változott náluk a keret, és ugyanezt a játékot szerintem, ha felviszünk a pályára, akkor nem lehet nagyobb bajunk. Igen, mennyire zavar, hogy idegenben kell játszani, vagy pedig inkább szeretsz itthon játszani? Hát én imádok itthon játszani. Sok szurkoló, a családom is ki szokott jönni, akkor a barátnőm is, nagyon sok barátom. De lényegében, hát idegenben is szeretek játszani, Nyilván. a sportágban most meg nagyon számít, hogy hol játszik az ember, mert a terem magassága, szélessége is befolyásolja, hogyan ütöm meg a labdát, hogy hogyan adom föl. Igen, nyilván szokni kell mindig a termeket egy picit. Még nem voltam a TF csarnokában, de úgy tudom, hogy ez új. És hasonló, hát nem hasonló belmagassággal, de nagyon nagy belmagassággal rendelkezik, ugyanúgy, ahogy a Messi is van. Hát meglátjuk. Hát lényegében nem a termet kell legyőzni, hanem hogy az ellenfeled. Úgy legyen, köszönöm szépen a beszélgetést, és Én kívánom, hogy szépen. éred magad jó keskeméten köszönöm. Most már ne vándorolj, maradj itt közöttünk. Maradok, köszönöm szépen.